Ennek kapcsán, Zoli, sokszor visszajeleztek, hogy Darth Vader vagy a közvetítésben, hogy nagyon... Kicsit lihegsz. Ja, várjál, az lesz a gáz, hogy itt nekem a headsetem az úgy lehet állítani, vagy az orromhoz, vagy a számhoz, vagy az államhoz, vagy a homlokomhoz van közel. Akkor csináljunk egy olyat, hogy most lehet hallani azt, hogy lélegzem? Most csípolt igen. Az orrod. Hát azt hallottam is. Most? Igen. Ezt ez gáz, várj, akkor viszont olyat tudok csinálni, hogy lejjebb veszem a mikrofon hangerőt. Miért kell neked ilyen jó mikrofon, Zoli? Nem is értem. Most annyira nem a jónak a szinonimája, pillanat. A kurva életben Skype-on nem lehet ezt szabályozni? Hát lehet a mikrofon érzékenységet. Az eszközöknél. Igen, csak ez nem egészen ennyire egyszerű nálam. Jobb oldalt ez a... Itt a pipadon? Diagram. Hangminőség alatt. Jó, csak nekem nem PC-n van, hanem itt egy ilyen spéci felületű valami lószar van. Semmi sem ott van, ahol kellene. Jó, te ilyen... kardoskodsz az Apple mellett, te nem? Te ilyen Apple-iző ja. Vagy, biztos az... Igen. Az... Snob vagy. Igen. Az. Nem, nagyon. Csak egy kurva izé... Ez mi volt? De még neked még Zoli meg kell ismerkedned ezzel a új családtaggal. Még bele fogok röhögni egyszer a felvételbe, elnézést. Hát mi se bírtuk ki amúgy az előzőnél. Ez nagyon komoly. Na várjál, akkor system szinten próbálom meg beállítani a hangot. Azt mondja, input. Ugyanúgy hallatok? Aha. Liheg. Nem hallani. Liheg ilyen meg Zoli. Egy ideje, most már olyan hangosan veszem a levegőt, hogy várj, kurva anyját felugrott a mikrofon hangerőm. Mászik fel, mi a fasz van? Beállítja magát, vagy micsoda? Nem tetszik neki a helyzet, várjál. Kurva életben. De mászik fel! Magától. Mi ez? Van ezen egy autokalibrésen, vagy mi a szar? Várjál. Na, egy pillanat türelmet kérek. Ez ugye gépi volt, nem pedig magánakció. Jól van, köszönöm. Ez megerősítette.